Gyere, és töltődj fel irodalommal! Ezzel csalogatja az új olvasnivalóra vágyó érdeklődőket a Vörösmarty Mihály könyvtár, a nyitott könyvek, beszélgetések az irodalomról eseményre. A rendezvénysorozat keretein belül minden alkalommal egy-egy íróval, költővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők egy szabad, vezetett beszélgetés keretein belül. Gellén Miklós Gáborral vagyunk házigazdái ennek az irodalmi beszélgetés sorozatnak, aminek tulajdonképpen az a ketten találtuk ki, és az a célja, hogy olyan vendégeket hívjunk, akik mindkettőnkhöz valahogy közel állnak itt az irodalmi életben, és nem feltétlenül helyiek, hanem mondjuk akár Fehérváron túl, vagy az országban ismert írók, költők. Ezúttal a beszélgetés vendége Ugi Szabina, író, költő, szerkesztő, irodalomterapeuta volt. Az írónő mesélt a kezdeti éveiről, hogy hogyan is ismerkedett meg az irodalommal, és miért szeretett bele az írásba, de az este középpontjában a nemrég megjelent novellás kötete, az Átlátszó nő állt, amelyben rendkívüli női sorsokról és dilemmákról olvashatunk. Tulajdonképpen ez az én saját önismereti utamnak is egy fontos lépcsőfoka, és a számomra és a környezetemben hozzám közel álló nők, nőismerőseim, rokonaim, felmenőim, barátnőimnek olyan történetei, amelyekkel én magam is nagyon mélyen tudtam azonosulni, és úgy éreztem, hogy muszáj tőlük az írás útján megszabadulnom, és letennem ezeket a nehéz történeteket. Az írónő elmondta, korábban már egy másik könyve kapcsán járt Fehérváron, és számos irodalmi kapcsolat is fűzi a városhoz, így boldogan fogadta el a meghívást. A rendezvénysorozat nem áll meg, a következő alkalommal egy újabb irodalmi szereplővel ismerkedhetnek majd meg az érdeklődők a Vörösmarty Mihály könyvtár olvasótermében.